Köszöntöm nézőinket, jó napot kívánok! Tegnap Kárpát-medence szerte, október 6-ára emlékeztünk az aradi vértanúk kivégzésének 170. évfordulóján. Ha tudjuk is, mi történt, jó elismételni, mert az elődök áldozata tiszteletet érdemel az utókortól. 1849. áprilisában a Magyarországgyűlés kimondta a Habsburg-Lotaringiai ház trónfosztását és Magyarország függetlenségét az osztrák birodalomtól. Ferenc József császár az orosz cárhoz fordult segítségért, mire Első Miklós 200 000-es hadsereget küldött a magyar szabadságharc leverésére. A túlerő okozta válságos helyzet miatt 1849. májusában a kormány Aradra kényszerül, a világosi fegyverletételt követően ugyanitt, a vár udvarában Hajnau kegyetlenül kivégezteti a levert magyar forradalmi hadsereg vezéreit október 6-án, éppen 13-at közülük. 1849. október 6-án hajnali 2 és 3 óra között az aradi várbörtönben a papok felkeresték a halálra ítélteket. Aulich Lajos Horácius verseit olvasgatta, Török Ignác várépítésről szóló könyvét bújta, Láner György fuvoláján játszott, Desafi Arisztid még aludt. Többen utolsó soraikat vetették papírra búcsúlevelükben. Ezekből a levelekből hallhatnak Kocka György által válogatott részleteket a következő 1997-ben készült összeállításban. Fennálló rendelkezések értelmében csak németül szabad írni. Ez az oka, hogy én is ezt teszem. Szeretett, drága, angyali jóságú Emmám. Fogadd őszinte köszönetemet azokért a mennyeien szép órákért, melyekkel szereteted megajándékozott. Gondolj rám szeretettel és együttérzéssel, mint ahogy én is mindig, az élet utolsó percéig szüntelenül szeretlek és imádlak. Emlékül küldök egy hajfürtöt. Isten veled, Emmám. Legdrágább szegény apám, Isten a tanúm, majd megszakad a szívem, mikor ezt a szomorú, rettenetes hírt közlöm. Mire ezeket a sorokat megkapja, már nem leszek. 10 perccel ezelőtt halálra ítéltek. Vegye magához jóságosan hűn szeretett szerencsétlen feleségemet és gyermekeimet. Vigasztalja ezeket a szegény teremtéseket. Áldja meg érte az Isten. Jó anyám, utolsó kérésem legyen vigaszom ebben a szomorú búcsú órában, hogy nem hagyja el angyali jóságú szegény feleségemet és gyermekeimet. Mint gyermeke hőtisztelettel csókolom meg apai kezét gondolatban, és még egyszer Isten hozzádot mondok magának. Szegény fia, Ernő. Drága imádott Linám, látom, ez életem utolsó pillanata. Meg kell halnom, tehát még egyszer Isten veled. És bocsáss meg mindazért a fájdalomért, amit talán akaratlanul is okoztam neked. Csókollak, csókolom kedves lányomat, lányodat, Gizellát, Isten veled, szerencsétlen Károlyod. Anyának, Milinek, Spillernek, Györgynek még egy utolsó Isten hozzá. A kifizetett bérletről szóló nyugtát itt küldöm, elfelejtettem tegnap személyesen odaadni. Kérlek, drága feleségem, ne küldj nyugdíjat, hanem menj mindjárt ma Zsombolyra. Forrón szeretett gyermekeim, bocsássatok meg nekem, gyermekeim, miképpen én is megbocsátok nektek.
Ez halni készülő apátok kívánsága. Ne tegyetek senkinek szemrehányásokat. Isten áldjon meg benneteket, erősítsen és óvjon benneteket. Imádkozzatok ártatlan lelkemért. Ez az utolsó kívánság a szerencsétlen apátoknak, Ernőnek. Egyetlen utolsó leheletemig szeretett Lizám. Rövidre van szabva az idő, melyet még a földön tölthetek. A levelet nem sokára át kell adnom, és nehezemre esik megválnom ezektől a lapoktól, hiszen ezek az utolsó szavaim hozzád. Isten áldjon és oltalmazzon drága nemes feleségem, és adjon neked erőt, engem pedig részesítsen örök békéjében. Édes drága Lizám, gyermekeim, éljetek boldogan. Nem sokára kiszenvedek. Még egyszer köszönethű szerelmedért, mindenért, amit értem tettél. Istenem, Istenem, nem bírom tovább. Isten veled, életem, mindenem. Holtig, hű Károly. Adásunkban ma újraindul a heti krónika rovatunk, majd Mag Péter egykori kollégánkra emlékezünk. A Kávéházi Beszélgetések műsorunkban ma a Hazatértek sorozat egy újabb beszélgetését láthatják. Az Aranyszalagtárban pedig egy 1976-os zenei felvételt kínálunk azoknak, akik emlékeznek netán a műsorra, de azoknak is, akik zenei csemegét fedeznek fel az egykori felvételben. De lássuk előbb a közelgő elnökválasztási kampánnyal kapcsolatos riportunkat a heti krónikában. Jó napot kívánok! Önök a heti krónikát látják. Kedves nézőink, ezen a héten indul az elnökválasztási kampány, és ugyancsak a hét folyamán szavaz a parlament a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról. Ma a szakmai berkeinkről, a hazai magyar újságírásról is szó lesz, főszakmai szervezetünk a Móra tisztóító gyűlése kapcsán, amelyen szerkesztőségünket nívódíjjal tüntették ki. De szóljunk előbb a fontosabb belpolitikai eseményekről. Szombaton hivatalosan is elkezdődik az elnökválasztási kampány, novemberben ugyanis államfőt választunk a rendszerváltás után 8. alkalommal. Az államfői tisztség igen vonzónak tűnik. Idén 14-en szálltak versenybe az elnöki székért, bár a jelölés feltételei szigorúak. Legalább 200 000 támogató aláírást kell összegyűjtenie annak, aki a legmagasabb állami tisztségre pályázik. Az elnökválasztás tétje nagy. Románia félprezidenciális köztársaság, ami azt jelenti, hogy az államfő erős jogosítványokkal rendelkezik. Jelöltet állít a kormányfői tisztségre, a külpolitika és a védelem terén több esetben vétójoga van, és bizonyos feltételek mellett a parlamentet is feloszlathatja. Az utóbbi évtizedek tapasztalata, hogy a kormány és az elnök hatásköre közötti átfedettség számos esetben konfliktusokat, sőt válsághelyzetet szül. Ennek alkotmányos rendezése immár közel 3 évtizede késik. Mindössze annyi történt, hogy a 2003-ban elfogadott alkotmánymódosítás szerint az elnöki mandátum 5 éves, éppen azért, hogy ne essen egybe a 4 évente tartott parlamenti választásokkal. Alkotmányos előírás továbbá, hogy egy személy legfeljebb 2 elnöki mandátumra választható. Románia elnökét a választói jegyzékben szereplők egyszerű többségének szavazata alapján választják meg. Amennyiben egyik jelöltnek sem sikerül többséget szereznie, sor kerül az elnökválasztás 2. fordulójára, amelyen csak a 2 listavezető jelölt indul. A rendszerváltás után eddig csak egyetlen egyszer, 1990-ben volt egyfordulós az elnökválasztás, amelyet Ion Iliescu több mint 85%-os eredménnyel nyert meg. Megfigyelhető továbbá, hogy azóta a választási részvétel folyamatosan csökken. 1990-ben a választók 86%-a ment el szavazni, míg a legutóbbi 2014-es elnökválasztás első fordulóján mindössze 53%-os volt a részvételi arány. A választási kedv a 2. fordulóban sem nőtt minden esetben.
Az elnökválasztások második fordulója egyébként többször is emlékezetes pillanatokat szült. 2000-ben John Iliescu és Corneliu Vadim Tudor között kellett választaniuk a szavazóknak. 9 évvel később, 2009-ben pedig Traian Băsescu és Mircea Joanu méretkezett meg. Utóbbi be is jelentette választási győzelmét, ám a külföldi szavazatok megszámlálása után kiderült, hogy Băsescu nyert alig pár tizedes fölénnyel. A külföldi szavazatok 2014-ben az elnökválasztáson először résztvevő Klaus Johannisnak kedveztek. Annak ellenére, hogy a szavazóhelyiségekben hosszú sorok alakultak ki, és többen nem is tudták leadni voksukat. A külföldi szavazás nem csak az elnökválasztáson, hanem az idei európai parlamenti választásokon is bonyodalmat okozott. Azóta változott a törvény. Most levélben vagy személyesen 3 napon át adhatják le szavazatukat azok, akik felvétették magukat a külföldi választási jegyzékbe. A kormány statisztikái szerint ezt igen kevesen, megközelítőleg 70 ezeren tették meg. 1996-tól kezdődően az elnökválasztáson az RMDS is mindig indított jelöltet. Akkor és 2000-ben a szövetség jelöltje a magyarság szám arányánál jobb eredményt ért el. 5 évvel ezelőtt Kelemen Hunor RMDS elnökre a szavazók 3,5%-a voksolt. Idén újra ő indul a megmérettetésen. Mint mondta, az elnökválasztási kampány jó alkalom arra, hogy a romániai magyarság elmondja saját problémáit, és megpróbáljon új lendületet adni a román-magyar párbeszédnek. A hivatalosan szombaton kezdődő kampány november 9-éig tart. A választás napja a hazai szavazóhelyiségekben november 10-e, külföldön pedig már november 8-ától lehet voksolni. Az eredmények függvényében a legtöbb szavazatot összegyűjtő 2 jelölt közül november 24-én a második fordulóban választhatunk államfőt. Az elnökválasztási kampány küszöbén a parlament a kormány elleni bizalmatlansági indítvány vitájára készül. Az ellenzék a múlt héten nyújtotta be a Dăncilă kormány leváltását célzó dokumentumot. Románia újjáépítéséhez sürgősen meneszteni kell a Dăncilă kormányt. Ez a címe a bizalmatlansági indítványnak, amelyet 237 képviselő és szenátor látott el kézjegyével, közöttük a kormányzó szociáldemokrata párt 3 politikusa is. A fő indok a kezdeményezők szerint az, hogy miután a Liberális Demokrata Szövetség kilépett a kormánykoalícióból, a szociáldemokrata kormánynak már nincs parlamenti többsége, tehát legitimitása sincs. A többoldalas szöveg kitér a Dăncilă kormány kudarcaira, elismerve ugyanakkor, hogy az utóbbi időben a gazdasági helyzet kedvezően alakult. A dokumentumot október 3-án olvasták fel a parlamentben, és rögtön feszültségeket szült, ugyanis a kormánypárt a szavazást szombatra akarta kitűzni, amikor nagy valószínűséggel az indítvány kórum hiányában megbukott volna. Az ellenzék ezt megvétózta, így e hét csütörtökére tervezték be a dokumentum vitáját és a szavazást. A bizalmatlansági indítvány a kormány leváltásának parlamenti útja. Ha a képviselők és szenátorok többsége megszavazza, azt jelenti, hogy megvonják a bizalmat a kormánytól, amelynek sürgősen le kell mondania. Ez esetben az államfő javasol más kormányfőt, aki megalakítja a kabinetjét és a parlamenttől bizalmi szavazást kér. A bizalmatlansági indítványt a képviselők és szenátorok többségének szavazatával fogadják el. Jelen esetben ez 233 szavazatot jelent, tekintve, hogy a parlament két házának összesen 465 tagja van. A Dăncilă kormány a beiktatásától számított alig több, mint másfél évben, eddig 2-szer szembesült bizalmatlansági indítvánnyal, ám akkor a kezdeményezők meg sem közelítették a parlamenti többséget. A legutóbbi júniusi bizalmatlansági indítványt és a jelenlegit az RMDS frakciók is ellátták kézjegyükkel, és döntésük az, hogy csütörtökön egyhangúlag a kormány menesztésére szavaznak.
Kormányválságban vagyunk augusztus vége óta, hiszen matematikailag, számszerűleg megszámolva az embereket, ki milyen parlamenti frakcióban tevékenykedik, számszerűleg ennek a kormánynak a mai struktúrájában augusztus vége óta nincs többsége, nincs parlamenti többsége. És erre mondtuk azt mi, hogy minden demokráciában, minden országban ilyenkor van egy parlamenti kontroll, van egy parlamenti ellenőrzés annak, hogy akkor végül is van parlamenti többség, vagy nincs. Hiszen ez a kormány egy más struktúrában kapott parlamenti bizalmat, az a struktúra már nem létezik, az a kormánykoalíció nem létezik, az RMDSZ nem kíván kormányra menni, senkivel nem kíván kormányra menni, azt viszont hangsúlyosan elmondtuk, hogy ha a kormány megbukik, akkor mi hamarabbi kormány alakítása kell kerüljön sor. Erre a Nemzeti Liberális Párt már régebben úgymond bejelentkezett, hogy ők szívesen alakítanának kormányt. Természetesen majd, ha oda jutunk a következő lépésbe, ha eljutunk oda, akkor kell ezt majd megvitatnunk nekünk a frakciókban, és erről döntenünk. A kormány sorsáról tehát csütörtökön szavaz a parlament két háza. Akkor dől el, hogy az elnökválasztással párhuzamosan új kormányt vagy kormánykoalíciót kell-e alakítani. Viorica Dăncilă miniszterelnök bizakodó. Már is bejelentette, hogy a szavazás utáni napon, pénteken, kormánya az idei költségvetés kiegészítéséről hoz döntést. Ezzel szemben Klaus Johannis államfő véleménye az, hogy új, átmeneti kormányra van szükség, amely az őt támogató Nemzeti Liberális Párt részvételével dolgozza ki a jövő évi állami költségvetést. Múlt hétvégén tartotta megszokásos őszi szakmai rendezvényét a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete, a MURE. Ezúttal tisztorító közgyűlés és az idei nívódiak átadása is szerepelt a találkozó programjában. Október 4-én a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művelődési Központban tisztóító közgyűléssel vette kezdetét a MURE kétnapos rendezvénye. A leköszönő igazgató tanács tagjai, illetve a Becsületbíróság elnöke beszámoltak elmúlt mandátumuk tevékenységeiről. Ráciva leköszönő elnök második mandátumának lejárta után az alapszabályzat értelmében nem vállalhatott újabb jelölést, így a titkos szavazás tétje egy új elnök megválasztása volt. A következő három évre a MURE új elnöke Szűcs László. 68 szavazatra. Szűcs Lászlónak, a Várad folyóirat igazgatójának a munkáját két alelnök, Simonfi Katalin televíziós szakember, egyetemi oktató, illetve Újvári Ildikó, a Kolozsvári Szabadságnapi lap főszerkesztője segíti. Az igazgató tanács további tagjai a három területi megbízott, Szuher Ervin, Vicsi Judit, illetve Forró László, valamint az oktatási témák felelőse Rácz Éva. Én azt hiszem, az lesz a legfontosabb, hogy a szakmaiság határozza meg azt, amit továbbiakban szeretnénk csinálni. Én szeretném, hogyha a szakmán belül, a romániai magyar sajtószakmán belül erősödne a szolidaritás, mindenféle ellentétek dacára is, és ehhez kívánunk kovász lenni. Akkor fog ez az egyesület, illetve ennek az egyesületnek a működése igazán jól lenni, hogyha az az igazgató tanács, ami itt most összeállt, illetve az a becsületbíróság, amely az etikai ügyekkel foglalkozik, valóban csapatként tud dolgozni. A MURE 9 tagú becsületbíróságának elnöke Sarány István, a Hargita Népe főszerkesztője, alelnöke Magsai Magdolna, a Kolozsvári Rádió munkatársa, titkára pedig Bögözi Attila lett. A találkozó második napján szakmai előadás, könyvbemutatók és egy kalandos kirándulás várta a sajtó munkatársait. Szombat este az önkormányzat gyűléstermében a díjkiosztó ünnepségen felszólaltak a házigazdák, a MURE külföldi partnerszervezeteinek képviselői, és kiosztották az idei szakmai díjakat. A Gyergyószárhegyi Kulturális és Művelődési Központ díját a Háromszék munkatársa Szekeres Attila István kapta. MURE külön díjban részesült a szovátai Kupás János média tulajdonos. Az életműdíj a Szatmári Ágopcsa Mariannát illette meg. Idén a Pro Amicizia díj tulajdonosa a román sajtóban publikáló Temesvári Stefán Bot.
Az író sajtó Nivó díjasa, a Nyugati Jelen regionális napilap dévai munkatársa Gáspár Bararéka. Inkább krónikásnak érzem magam, mint újságírónak, és nagyon hálás vagyok, hogy egy olyan közösség krónikása lehetek, amely gondoskodik arról, hogy minden nap legyen, amiről írnom. Úgy érzem, hogy ez a díj is elég nagy mértékben ezt a közösséget illeti, azért, hogy nap mint nap jelt adhatunk arról, hogy Hunyad megyében élünk, vagyunk, egy olyan szórványvidéken, ami az évszázadok során is, tehát magyar időkben is szórványvidéknek számított, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy részese lehetek annak a munkának, hogy tudjon rólunk a világ. A Múré elektronikus sajtó Nivó díját szerkesztőségünk kapta. Ezt az idén 50 éves magyar adás munkatársai vehették át. A díj által, az ünnep által a szakma elismeri, hogy mi jók vagyunk. Ezért különleges jelentőségű ez a mai Múré Nivó díj. Arra is emlékeztet egyben, hogy a televíziózás és általában az újságírás, a sajtómunka az egy szakma, annak minden velejárójával. Tehát kell legyen szakmai tudás, kell legyen szakmai önérzet, kell legyen szakmai kritika. Mindezek a dolgok, amelyek úgy látom én, hogy az utóbbi időben valahogy úgy nem igazán említődnek, a szakma szintjén sem. Tehát nagyon-nagyon örülök neki, és arra biztatom magunkat, ezt a mindenkori magyar adás szerkesztőséget, hogy így fogalmazzak, hogy a következő 50 évben is tartsunk ki a szakmaiság elve mellett, mert csak így maradhat a magyar adás tartásos és mértékadó intézmény. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, heti krónikával jövő hétfőn jelentkezünk újból. Nézzék a magyar adást addig is, viszontlátásra! Az 50 éves magyar adás volt munkatársaira emlékezünk. A 40 a 9-en című sorozat most következő részének meghívottja Mag Péter, aki 1972-ben került a magyar adáshoz. A megszűnést követően a közszolgálati rádióhoz került, ahol a 90-es évek elején legendás hírű műsort szerkesztett, írásait hazai és magyarországi lapok is közölték. Mag Péter, akárcsak több volt munkatársunk, birtokosa volt az Aranytól díjnak, amelyet azoknak ítél oda a Magyar Újság Újságírók Országos Szövetsége, akik több évtizedes újságírói pályafutásuk alatt érdemes és kiemelkedő munkát végeztek. Mag Péter volt kollégánk két évvel a most látható interjú után 2012. decemberében távozott az élők sorából. A következőkben Mag Péter egy olyan korra emlékezik, amikor az újságírók legnagyobb szakmai kihívása a sorok közötti közlés volt. Analfabétaként kerültem ide. Annyira analfabétaként, hogy már mint TV analfabétaként, hogy amikor Rostás Liával igaz, akkor még nem tévés alkalmazottként, hanem külső munkatársként egy tatrangi boricatáncról készült kis rövid filmet vágtunk be valahol a 9. emeleten. Akkor a hangszalagra külön ráírtam, hogy hang, és a kép szalagra, hogy kép. Együtt tanultuk egyébként Rostás Liával a mesterséget, ő se tudott sokat akkor még. Tehát még azt sem mondhatom, hogy önképzőkörös autodidaktaként, hanem analfabétaként kerültem ide. Igaz, volt mögöttem már újságírói, tanári és dramaturgi tapasztalat, keserű vagy kevésbé keserű tapasztalat. Igyekeztem tanulni az olyan tapasztalt kollégáktól, mint Csép Sándor, Labanc Frida például. Kiváló riporterei voltak az adásnak. És
És aztán kényszerűségből az ember mindent megpróbált. Egy adott pillanatban jó emlékű Öllerer Jóska kollégámmal még dokumentumfilm rendezőnek is felcsaptunk, amikor egy székelyföldi történelmi eseményről szóló filmet, a Véres Varsangot megcsináltuk. Végigjártuk a székelyföldet, kocsival, gyalog, ahogy lehetett, Apácától, Apácai Csere János szülőfalujától egészen Gergyóig. Mégis abban az időben hogyan lehetett erről a témáról, a történelemről értekezni, vagy műsort készíteni? Nem számított túl nagy rizikónak, még akkor is, ha egy olyan távoli történelemről volt szó, mint 1596 Véres Farsangja. Jaj, hát ez egy rizikó. Hogy lehetett elmondani? Hozzátartozik a történethez, a 40 év történetéhez, hogy hát ugye mindent cenzuráztak. A cenzor mindent megnézett, és szegény Bodor Pál is, és aztán, amikor Bodor Pál elment a televízió magyar adásától, aki tulajdonképpen megteremtette az egész csapatot, az egész adást és az adásnak azt a bizonyos csavarintását, akkor bizony nagyon sok baj volt a cenzurával, illetve a cenzurának velünk. Én egy adott pillanatban oda jutottam már kétségbeesésünkben, nem is, hogy már fogtak le a kollégák a vizionálás után, mert a cenzor ilyen-olyan kifogásokat emelt. Üvöltöztünk a 9. emeleten. Én legalábbis rettenetesen kikeltem sokszor magamból, amiből ugye mindig megütöttem a bokámat, vagy megütöttük a bokánkat. De szerencsére, mondom, a nézők is, meg a munkatársaink is tudták, hogy körülbelül miről van szó, és hogy milyen nadrágban járunk, és milyen kalapot hordunk. Emlékszem egyszer, 77-ben valahol Marosfőn jártunk, és a Marosfői állomás mögött, hát azt hiszem egy vasúti lakásban találkoztam egy táncos családdal, és táncos néni mondta annak idején, nem felejtem el soha, maguk csak mondják, amit kérnek, mi úgy is értjük abból, ahogy mondják, hogy mit gondolnak. Követek jöttek és mentek Feketehalom és Brassó között. Vitték magukkal a fejedelemhez a székely követeléseit. Kérték, állítsák vissza a régi székely szabadságjogokat. Szabadítsák fel a jobbágy sorba taszított közszékelyeket. A fejedelem mondjon le arról, hogy idegen kapitányokat és tisztartókat nevez ki a székelyföldön. Ezeket a székelyek fejedelmi beavatkozás nélkül szabadon választhassák maguk között. Idegen katonaságot a székelyek közt ne tartsanak. A székelyföldön birtokot szerzett és betelepedett nemeseket vessék ki. Szabják meg az adózás, hadrahívás és bíráskodás rendtartását. Vessenek véget a visszaéléseknek. Szerencsénkre a nézők is, a külmunkatársak is kiváló írók, történészek, értelmiségiek a kezünkre játszottak. És Bodor Pál tudta úgy irányítani ezt a kis betyárbandát, hogy mindig becsempésztünk valamit. Térden állva lázadás volt ez, de hát akkor ezt lehetett csinálni. Én kényszerűségben egy adott pillanatban különböző rovatokat próbáltam kitalálni, beindítani, a körképet egy ideig szerkesztettem is. Aztán nem volt addig tudományos adás, az a magyar adáson belül létrehoztuk a Horizontot.
azért játszottál a tűzzel, ami a témaválasztást illeti, és eszembe jutott, hogy készítettél egy nagyon izgalmas beszélgetést Stösszel István lélekgyógyásszal, stresszről, társadalmi konfliktusról, veszekedésről, igen, egyáltalán lélektani problémákról. Te akkor azt hiszem, hogy óvodás lehettél, akkor a szocializmusban konfliktusról, hát az egy istenkáromlás volt beszélni. Volt Temesváron egy érdekes lélektani pszichiátriai iskola, Pánfil professzor volt annak az atyaistene, és ehhez a körhöz tartozott az Orvostudományi Egyetem pszichiátriai klinikai klinikájának a vezetője, Stösszel István professzor, akiről úgy gondolom, vagy úgy tudom, vagy úgy hallottam, később kint felejtette magát külföldön, nem tudom, éle még. És hát a pszichiátert arra kértem, hogy magyarázza el, hogy hogy van a konfliktusokat, az emberek közötti konfliktusokat, hogy lehet feloldani. Illetve, hogy mi is az. Mert hát a nagy társadalmi konfliktusokról direkt nehezen lehetett volna beszélni. Például feltetnénk azt a kérdést, hogy egy emberi csoportban tudnak-e vagy nem tudnak-e veszekedni az emberek? Nagyon sokszor próbáltam egy ilyen témáról beszélni a nem beteg emberekkel. Szeretem volna őket megtanítani arra, hogy hogyan is kell veszekedni. Ez külön tudomány? Hát veszekedni tudni kell. Veszekedésből kijönni, kibogozódni, ez egy nagyon fontos tényezője a mindennapi életünknek, mert az ilyen emberi összecsapásoknak a vízhangja bogárként zúg lelkünkben is, nyugtalanít. Megtörténik az is, hogy ha nem beszéltük ki magunkat évek után, csak arra emlékszünk, hogy volt egy összecsapásunk, de milyen témán is már elfelejtettük, mert van egy salak, amit a veszekedés visszahagy maga után. Emlékszem például, Csáki Zoltánnak volt egy interjúja Sütő Andrással, aki a cenzura mocskos karmairól beszélt a cenzoriális világban. Akkor vizionálásnak hívták a cenzori ellenőrzést, amikor adás előtt egy-két nappal megnézték, vagy három nappal adás előtt megnézték az adásba menendő filmeket. És hát a vágókba, nem az elektronikus vágókba, a vágókba akkor összegyűlt az egész társaság, na izguljuk végig is, amikor ilyen érdekesebb szó hangzott el, számunkra érdekesebb és a nézők számára, de a cenzor számára irritáló esetleg, akkor valaki eltüsszentette magát éppen nagyon pontosan akkor, amikor kellett, vagy elköhintette magát, vagy megcsörrent a telefon, és akkor hát arra már nem emlékezett pontosan a cenzor esetleg. Ezért volt is aztán sok probléma. Milyen típusú probléma? Utólag... Jaj, hát sok minden. Emlékszem már, Bodor Pál nem volt a tévénél, átvezényelték a rádiótól Molnár Vilmost, aki emberként nagyon rendes ember volt, de hát így pártkatona volt, és adás után, hát hétfőn volt az adás után, kedden délelőtt. Később jöttem be egyszer, még aludtam, reggel már szól a telefon, hogy jöjjek be, mert baj van. Mi van? Mivel van baj? Ég a ház, vagy ég a szerkesztőség? Nem a tegnapi, hát azzal már nincsen baj, mert az lement. És ide jöttem, és az egyik ideológiai bakter a központi bizottságtól ott ült már bent Bodornak a volt szobájában, illetve Molnár szobájában is. Hogy nézzük meg a tegnapi anyagot, ami adásba ment. De nem itt, hanem menjünk a központi bizottsághoz. És mondtam az illetőnek, nem említem a nevét. Pertú viszonyban voltunk vele, hogy megbolondultál?
Hát ott nincs vágó, az nem televízió, a központi bizottság, itt kell megnézni. Én nem megyek sehova, itt ha akarok. Mire felugrott, na, Molnár Eftárs, akkor én megyek. Jelentés, szankciók, meg minden, szóval így ment az életünk. Így ment. Ehhez a négyes stúdióhoz kapcsolódik az egyik kellemes emlékem. Indítottam a többi között egy olyan adássorozatot, aminek az volt a cím, hogy Hétköznapok, ami közéleti magazin akart lenni. Hát milyen közélet volt akkor Romániában, és főleg nemzetiségi közélet. Arra Isten őriz, hogy most részletesen kelljen beszélni. Aztán a végén hárman csináltuk Csákival és Aradics László kollégáimmal, és innét ebből a stúdióból hangzott el a román televízió első direktbe sugárzott közéleti műsora, legalábbis az összekötő szövegek. De mi volt az érdekessége? Az, hogy telefonkapcsolatban voltunk a nézőkkel. És ebben a stúdióban készítettük ki kimondatlan, név kimondása nélkül, cím kimondása nélkül Lönkren Zsánnak Erdélyről szóló ultranacionalista firkálmányát, anélkül, hogy a cenzura ezért felelősségre vonhatott volna bennünket, mert mikor már felelősségre von, már az kiment az éterbe. Kedves Franz Liphardt elvtárs, Hanvába van egy nagyon kezdeményezésen volt, hogy Pályám emlékezete című műsort csináljunk, vagy ilyen rovatot. Egyetlen egy sikerült belőle, a néhai Reiter Robert, aki Franz Liphardt néven lett romániai német költő, de Reiter Robertként Kassák Lajos Ma című folyóiratában indult. Most az életéről mind a mai napig viszonylag keveset tudunk. Te 76-ban tetted fel neki a kérdést, hogy kicsoda Reiter Robert. Megválaszolta? Hát, emlékszel? Már nem emlékszem pontosan, hogy megválaszolta-e, mert úgy tudom, hogy az interjú, egy a nagy interjúnak a legérdekesebb része elveszett a nagy kalamajkában itt a televízióban. Elmondta, hogy ikertestvére Reiter Robertnek Franz Liphardt, illetve hogy Franz Liphardt ikertestvére, tulajdonképpen ugyanaz az ember. Ikertestvérem a test és hús és a lélek legszorosabb értelmében. Nos, kicsoda hát Reiter Robert? Erre azt mondják, máma, állampolgár. A Román Szocialista Köztársaság állampolgára vagyok. Ha most közelebbit is akarok ehhez hozzáfűzni, akkor azt mondom, hogy temesvári születésű. Elmondta, hogy azért vette fel a Franz Liphardt nevet, mert a Szovjetunióban kényszermunkára elhurcolták őt is sok más romániai, és nem csak romániai némettel, és valahol a Donbass egyik bányájában egy erdélyi szász sorstársát agyonütötte a bánya. Azt hívták Franz Liphardtnak, és ő a sorstársa emlékére felvette álnév neki, költői álnévnek a Franz Liphardt nevet. Egyébként az öreg úr nagyon érdekes figurája volt az avantgard magyar irodalomnak. Emlékszem, elmondta az interjúban, hogy még egy magyar szót is csinált német létére, a hömpölykét. A hömpölyke a pici, hanvas, kicsi, sárga csirke, ami a tojásból éppen akkor bújt ki. Egy időben, nem tudom kinek az ötletére, ilyen alkotócsoportokat hoztunk létre, és emlékszem, hogy én egy olyan alkotócsoportban voltam benne, talán Csép is, talán Máté Éva is,
aminek az volt a neve, nem is tudom melyik adta a nevet, hogy Onyx. Na, ennek a csoportnak az egyik vállalkozása az volt, hogy készítettünk egy szociagrafikus keresztmetszetet bemutatni kívánó adást a toronyblokk, vagy a toronyház, Györgyfalvi negyed első toronyblokkjának a lakóiról, és hát ott derült ki, hogy Beke Gyuri is ott lakik abban a blokkban, és nagyon sokat panaszkodtak rá a lakók, hogy éjjel-nappal kopog az írógépén. Néhány villámkérdés. Ki a kedvenc íród, költőd a romániai magyar irodalomból? Kányádi és Sütő. Kányádi és Sütő. Hogyan nézne ki az a riport, amelyet te készítenél erről a toronyblokkról? Előbb látni akarom a ti filmeteket, csak akkor megmondanám. Hát, jól kibújtál a válasz alól. Végül, mikor és mit olvashatunk legközelebb Beke Györgytől? A szilágysági hepehupán túl. Kérlek szépen, szeretnék írni egy mai faluregényt, hát 76-ra a kritériumnak, amelyben minden eddiginél mélyebben szeretném ábrázolni azt a drámai és optimista folyamatot, ami lezajlott az elmúlt 30 esztendő Erdély falujában. Beke Gyuri szegény meghalt, ő is kiváló riporter volt, és Beke Gyurival kapcsolatban egy másik történet az, hogy elment Csángóföldre tévének riportot csinálni. Helyi pártszervezet letiltotta, vagy le akarta tiltani, és emlékszem, hogy én nem tudtam, hogy ki beszél, mikor felhívott telefonon a valaki, és én a pártpolitika, a szent pártpolitika nevében rettenetesen letoltam az illető hölgyet, hogy hogy képzelj el, hogy a román televízió filmező csoportját megakadályozza a terepmunkába. Azonnal jelentem illetékes helyen. Tehát letettem a telefont, magyarázták, hogy miért üvöltöttem erre a nőre. Hát ez Göinus elvtársnő, a politikai végrehajtó bizottság egyik tagja és a Bákó megyei első titkár. Na hát ilyenekbe szalad bele az ember, és hát ilyen kalamajkákba keveredtünk. A nyomorgatott templom és a majdhogy nem végleg megfojtott iskola mellett akkoriban, főleg amikor indult, és utána is évtizedeken keresztül, a televízió magyar adása egy kicsit a harmadik fellegvára volt, szellemi fellegvára volt a romániai magyarságnak, bár gúzsba kötve táncolva, furmányoskodva, olykor ezopuszi nyelven kellett mondjuk, amit mondani akartunk, és hát amit rendeltek, ezt is be kell vallani őszintén, hogy nem nagyon van dicsekedni valunk azzal, amit mégis megcsináltunk. De ha nem csináljuk, akkor egyebet a jobbik dolgokat se csinálhattuk volna. Amikor megszűnt a magyar adás, akkor a rádióhoz kerültél, és nagyon népszerű rádiós lettél. Ja, én ezt a népszerűséget nem szerettem, és nem is szeretem, mert hát egy kicsit a rádiós koromban, 89 után bosszút álltam mindazért, a magam és a kollégáim és a sorstársaim által kényszerűségből elkövetett szégyenteljes dolgok miatt, hogy miket mondtunk, és miket, mihez adtuk a nevünket, a pofánkat, a becsületünket, és akkor én elhatároztam 89 után, 89 decemberében, hogy ezután én csak azt mondom, amiben hiszek igazán, és amit én igaznak tartok. Ettől úgy látszik, a mikrofonon keresztül ez átment a rádióadásban, az emberek
felkapták a fejüket, kitaláltuk a rádiónál, kitaláltam, mondjam így, hogy csinálunk egy ilyen sajtószemleszerű rovatot, amivel összeválogatjuk a már cenzurázott vidéki lapokból azokat a kiválogatható dolgokat, amiket ha összegyűjtünk és rádióban elmondunk, esetleg az emberek odafigyelnek és észreveszik, hogy itt valami más ájer lengedez. Ebből nőtt ki aztán az a rádió műsor, amiből, hogy mondjam, legendák lettek Székelyföldön, mert valamelyik faluba, nem tudom, Bölöni Domokos írta meg, hogy az emberek egy ilyen nagy aurora volt az adás körül, és valamelyik székely faluban a hordozható kicsi, rossz hordozható rádiókat elnevezték a székelyek Mack Péternek. Volt egy ilyen őrület az adás körül, azért, mert valami más volt, valami, hát szókimondóbb dolog volt, de mondom, inkább bosszúból mondtam azt, amit mondtam. Bosszú azért az elmúlt évtizedek, azokért az elmúlt évtizedekért, amikor olyasmit is mondtunk, amit nem kellett volna, vagy hát szégyeltünk, vagy szégyelhetünk. A sajtó most milyen helyet foglal el az életedben? Hát, ez egy kellemetlen kérdés számomra, mert sok konfliktusnak a forrása. Milyen helyet foglal el? Hát ilyen sajtóbuzi lettem, hogy mondjam. Én az internetet is arra használom, hogy sajtót olvassak. Például. Nagyon bosszankodom sokszor, nagyon sajnálkozom, sopánkodok, és sokszor fel vagyok háborodva romániai-magyar sajtót olvasva, vagy a magyarországi magyar sajtót olvasva, amely magyarán mondva nagy mértékben elkurvult. Miért nem mondják ki őszintén a véleményüket az újságíró kollégák? Nem merik, nem vállalják, akkor tegyék le a tollat. Hagyják a kamerát és a mikrofont másnak. Így ez a viszonyom a sajtóhoz most. Ez a viszonyom a sajtóhoz. Ennek ellenére nem tudok elszakadni tőle. Sokan döntenek a külföldi munkavállalás mellett, és vannak köztük olyanok, akik kint is maradnak abban az országban, ahol jobb megélhetést találtak. A Hazatértek sorozatunkban olyan emberekkel beszélgetünk, akik úgy döntöttek, hogy hazaköltöznek. A kávéházi beszélgetésekben ma Fodor Adina mesél az angliai évekről, majd az itthoni visszailleszkedésről. Hazajöttünk sorozatunkban olyan emberekkel beszélgetek, akik megjárták külföldet, nem csak tanultak, hanem dolgoztak, életvitelszerűen éltek más országokban. Olyan emberek mesélnek a tapasztalataikról, akik hazatértek. Kiderül, hogy még nehezebb döntés a hazatérés, főleg családdal, mint az eltávozás. Miért döntenek így mégis? Egyelőre kevesebben, de talán mégis egyre többen, hogy visszajönnek. Bad dad, why we da do?
énekel, főz, rádióműsort vezet, és mindenek előtt két gyermek édesanyja Fodor Edina, aki Kolozsváron végezte a színművészeti főiskolát, és 6 év angliai kisváros után újra Kolozsváron él. Szerinte Angliában jobbak a körülmények, jobban is lehet élni, de sokkal unalmasabb az élet, arról nem is beszélve, hogy nem érezheti otthon magát az ember. Edina szerint jól jön, ha idejében el tudjuk dönteni, mit tartunk fontosabbnak az életben. Edina, mi szerettél volna lenni gyerekkorodban? Ha visszaemlékezem, akkor táncos vagy balettáncos. Nagyon sokat néztem a balettáncosokat, és úgy kívántam a szememmel a táncot. El is vittek egy balett kurzusra, és megállapították, hogy nem vagyok eléggé hajlékony. És így ez is elfelejtődött, de ez a színész és a színházi dolog, az mindig motoszkált bennem. Mindez Kolozsváron történt? Igen. Na, de ahhoz képest most mit csinálsz? Sok minden. Hát most jelenleg énekes vagyok, rádiós, azon kívül meg főzök a hajléktalanoknak. Azt hiszem, hogy mindent elmondtam, igen. Nem vagyok aktív színész. Viszont a rádiózás és a rádióműsorvezetés az nagyon sokat pótol. És szinte most már elkezdett nem hiányozni a színház, az elején természetesen hiányzott, de most már annyit pótol, hogy nincs időm arra, hogy hiányozzon. Na de, ha nem is főállásban, de két gyermek édesanyja vagy. Jaj, hát ez, igen, hát az a főállásom, a két gyerek anyukája, az mindenkori állás, és hát így most per pillanat 1000 dologgal foglalkozom, sok pályán fut az életem, de természetesen az anya az első állásom. Mennyire ragaszkodtál Kolozsvárhoz, mennyi időt éltél külföldön? Mesélj egy kicsit, mert érdekel, hogy miért mentél el, és miért jöttél vissza. Igazából nem nagyon akartam én megválni Kolozsvártól, de ez abban a pillanatban és abban a helyzetben nem volt kérdés. Akkor ez egy ilyen közös döntés volt. A helyzet is adta magát, és akkor így ideiglenesen kivándoroltunk Angliába. Ott pedig 6 évet töltöttem. Teljesen az anyaságnak szenteltem magam, a gyerekek nevelésére. Az utolsó 2 évben kezdtem el foglalkozni a zene-énekes pályában, mert akkor már úgy éreztem, hogy hiányzik valami. Mikor a gyerekek elmentek iskolába, tehát hogy elindultak is fél napig iskolában voltak, akkor valamit, volt egy hiányérzetem, és akkor így kezdtem el énekelni, énektanárhoz járni. Ti azzal az elhatározással mentetek ki, hogy visszajöztök? Igen. Eredetileg 2 vagy 3 évre terveztük, de ez csak akkor tudod meg, amikor kiköltöző, hogy az első sok az olyan 3 év után telik, tehát kb. 3 év után kezdesz magadhoz térni, és egy ilyen kulturális sok, ami következik, mert hogy minden másképp történik, és ezt meg kell szokni. És amikor már kezdtünk belerázódni, akkor már úgy húzottak ki az évek, hogy maradjunk még egy évet, és a 6. már elég veszélyes volt, mert ott elkezdett billenni a mérleg, mert a gyerekek, nyilván két nyelvűek. Így van, hát a gyerekek egyből megszokták, meg két nyelvűek voltak, tehát ők főleg a kislányom a magyar nyelvet, az angol nyelvet egyszerre tanulta. Tehát neki, amit az itteni gyerekeknek a román a második nyelv, neki az angol volt. És egy adott pillanatban én hiába tartottam a frontot otthon a magyar népmesével, magyar hagyományok, a erdélyi tradíciók, a konyha művészettel, mert egyszer csak átbillent a mérleg, jöttek haza az angol ételkedvenségekkel, az angol könyvekkel, tehát az angol kezdte átvenni a magyarnak a helyét, és akkor már tudtuk, hogy vagy ott fogunk maradni örökre, mint más családok, akik kimentek, és 15 éve ott vannak, és már félig beleolvadtak, vagy pedig egy ilyen idézőjelbe, tehát
erőszak a hazaköltöző. Erőt vesztek magatokon. Erőt veszünk, igen, és hazapakoljuk a családot, különben nem lehetett. Amikor az iskolában jól elmélyülnek, a gyerekek már nem lett. Voltak-e példák ottan magyarok, románok, akikkel esetleg tartottatok kapcsolatot, és ami annak volt a példája, hogy ezek most már ott maradnak, és elveszik így van. Volt két identitást a másik generáció. Ez pontosan így volt, mert volt két magyarországi család, az egyik egy vegyes házasság volt, ahol az anyuka volt magyarországi, a másik pedig egy teljesen magyarországi házaspár költözött ki. Mind a kettőnél lehetett látni a beleolvadás folyamatát, és főleg a gyerekeknél. Tehát ezt onnan veszed észre, hogy a gyerek egyre több angol szót használ. Tehát mikor az iskolába kivettem a gyerekeket, hazafele vezető úton még angolul beszéltek, és ez egy ilyen visszatérő anyai idézőjelbe tett fenyegetés volt, hogy magyarul beszéljetek, magyarul, tehát olyan ideg voltam, hogy ezek a gyerekek egyszer csak átbillennek az angol. Ugyanakkor egy intőjel volt, hogy mit akarok csinálni. Így van, és amikor hazaértünk, akkor már átálltak a magyar nyelv, és otthon meg egy ilyen csak magyarul beszélünk, magyar dalokat hallgatunk, magyar ebédet teszünk, tehát én olyan erőfeszítéssel. Igen, tehát egy olyan erőfeszítéssel. Mert próbálsz valamit mesterségesen fenntartani, ami már nem nagyon működik. Hát igen, itt azért meg könnyebb magyarul beszélni, mert magyar iskolába járnak. Tehát így van, de a gyerekeknek nem volt, nagyon kevés emlékük volt. Tehát a fiamnak még volt egy kis emléke az erdélyi, kolozsvári tradíciókról, de a kislányomnak megkérdeztem, hogy mi a kedvenc ételed, vagy a vasárnapi ebédkor feltettem ezt a költőkét, és a gyermeknek az volt az emléke, ami az azelőtti angol környezetre utalt, mert hogy mi kettőt költöztünk keletről északra, és a keletire emlékezett. Tehát én akkor úgy megijedtem, hogy ennek a gyereknek nincsenek magyar emlékeim, vagy erdélyi emlékeim. Képviselő szavazott. Erdélyben ma változékony lesz az égbolt, eső nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek 5 és 11 fok között alakulnak. Elina, most már hány éve jöttetek haza? Ez a negyedik éve, hogy hazajöttünk. Most már van lánátásod? Mi a tanulsága az ottani életnek, milyen volt és milyen az itthoninak? Megbántátok-e, hogy hazajöttetek? Nem. Tehát igazából tényleg ide húzott bennünket minden, az identitásunk, a helyünk, nekünk valahogy itt van a helyünk, és mindig ezt beszéltük otthon is, hogy nekünk ide kell jönni haza, és itt kell tovább folytatni azt, amit itt kezdtünk, vagy ott folytattuk. Tehát úgy nem volt kérdés egy percig sem, főleg, hogy a gyerekeket szerettük volna, hogy minek után megtanulták és elsajátították az angol nyelvet, hogy időben hazaérjünk, hogy a román nyelvet is meg tudják tanulni, mert nem mindegy, hogy hány évesen hozott haza őket. Főleg, hogyha ott kialakulnak a barátságok, nagyon nehéz kivenni őket onnan. Ezt akartam kérdezni, hogy amikor hazajöttetek, akkor nem tettek szemrehányást, hogy nekik ott vannak a barátaik, vagy az osztálytársaik, vagy valami? Próbáltak tenni, és valóban volt, megviselte őket ez a váltás, de elég fiatalok voltak még ahhoz. Tehát a fiam... Igen, a nagyobbik fiam, tehát a nagyobbik gyermek, a fiam harmadikos volt, tehát neki pontosan még volt lehetősége megismerkedni új barátokkal, és emiatt most már így elhelyezkedtek, gyökeret vertek újból. Tehát igazából én azt mondom, hogy időben jöttünk haza. 5 év múlva nem sikerült volna, de kamasz gyereket nem lehet hazahozni. Amíg véleménye van, akarata van, szembe megy a szülői döntéssel. Na, és a kislányom pedig ő nulladikot kezdte, tehát hogy pont a limiten voltunk, hogy áthoztuk őket, és ez nagyon fontos volt, hogy a gyerekek hogy fogják megszokni itthon, mert hogyha mai napig is vannak ilyen visszatérő angliai emlékek, hogy ez is szoktam angol recepteket készíteni a gyerekeknek, mert emlékeznek, és kérik tőlem, hogy anya, nem készítesz Sunday roastot, vagy nem megyünk el valamilyen angol, nem tudom, megtartjuk ezeket az ilyen iskolás ünnepeket, amikre emlékeznek. És ez így rendben van, mert hogy ők onnan is hoztak haza egy csomó mindent, és szerintem az végig kísérje az életükön. Az angol tudásokat mennyire tudtátok konzerválni, vagy tudtad konzerválni? Vagy... Hát annyira, hogy mind a ketten mai napig angolul olvassák a könyveket, a filmeket, feliratok nélkül, tehát hogy teljesen rendben van. Na, ezek a gyerekek szempontjai, de mit észleltél ott, mennyire fogadtak be az ottani igazi angliaiak? Ha jól tettem, egy
kisvárosban éltetek, nem Londonban. Tehát ott azért gondolom, hogy valamelyest jobban közel tudtatok kerülni az igazi angol családoknak az életmódjához, legalábbis láttátok. Mennyire fogadnak be, és mennyire lehet velük kommunikálni, keveredni, mondjam? Hát az elején nagyon nagy a távolságtartás, tehát úgy idő kell ahhoz betörni az angol társ, tehát hogy így a szomszédok baráti szférájába. Hát azért mindenki tart egy ilyen tisztes távolságot. Ez abban nyilvánul meg, hogy megkérdezik, hogy érzem magam, vagy hogy milyen az időjárás, és tulajdonképpen még választ nem is várnak. Hát én próbáltam megállni és elmagyarázni, hogy én nem érzem jól magam, mert rossz az időjárás, de őket ez nem érdekelte, mert az volt, hogy how do you do, mit az az időjárás, és akkor egy idő után leszoktam arra, hogy mindenkinek elmondjam, hogy én nem érzem itt jól magam, mert hogy ez borzalmas ez, hogy hol esik, hol süt a nap, hol gumicsizma, hol szandál, tehát az autóban 4 éjszaknak a cipői, meg minden ott volt, mert soha nem tudtuk, majdnem nem éppen 4, de 3 évszak váltakozott egy nap. Egy idő után kezdtek felengedni, tehát kezdtek kialakulni a barátságok. Odafigyeltek egy kicsit jobban. Igen, igen. És persze köszönhető annak is, hogy voltak magyarországi barátok is, velük kezdtem el leghamarabb barátkozni, de az angolok között is voltak olyan barátom, akikkel mai napig tartom a kapcsolatot, levelezünk, meghívnak bennünket, hogyha visszamennénk. Tehát, hogy, és igazából miután megismered őket és közelebb engednek magukhoz, akkor egy olyan csodálatos világot tárul föl, tehát olyan szuper vagány emberek vannak, hogy csak óvatosak. Nagyon, tehát ez így jellemző a társadalomra, hogy nagyon mindentől félnek, mindentől tartanak. És persze így méricskéltek is, de látták, hogy hát nekünk, tehát olyan, nem is tudom, hát ilyen színesek voltunk, hát 2 gyerekem, milyen lehetek én ott, senkinek nem ártok, és végül is így egy picit ez így ez a fal, ez így leomlott, de azt is hozzá kell tegyem, hogy én is sokat dolgoztam ezen, hát vacsorákat szerveztem, jótékonykodtam, és akkor hívogattam azt a 4-5 angol barátnőmet, és akkor mindegyiknek megmondtam, hogy te is hozzá magadda valakit, egy olyan pillanatban tele volt a ház ilyen 20-25 nővel, aki abba felét alig ismertem, de jótékonysági alapon imádják, ha jótékonykodni kell, és akkor főztem erdélyi ételeket, tehát hogy azért ezen kell keményen dolgozni, kell hogy dolgozni érte, pontosan, igen, hogy bekerüljél az ők magánéletükbe, de hát na, nem tudom, én most nagyon-nagyon sok pozitív energiával és szeretettel gondolok vissza rájuk, és hogyha visszamegyek, biztos, hogy meglátogatom őket, és hogy van, meg őket is hívtam, hogy jöjjenek, és hogyha el szeretnének majd Romániába kirándulni, mert azért bizony azt se tudtam, mert térképen meg kellett nézni, hogy hol van ez, Magyarország mellett milyen ország következik. Oké, mondom, na én ide valósi vagyok, és hogy ide válok benneteket. Hát ilyen. Oh heaven! I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together dancing cheek to cheek. Oh, I love to climb a mountain and reach the highest peak, but it doesn't thrill me much as dancing cheek to cheek. Oh, I love to go out fishing in a lavender week, but I don't enjoy at heart so much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me, I want my arms about you. Kezdtél énekelni? Egy ilyen, teljesen ilyen véletlen kapcsán rátaláltam egy énektanár, egy trombitásra, és akkor hozzájártam magánórákra, de ezt úgy kell elképzelni, hogy este miután már mindenkit lefektettem, megetettem, és elintéztem a következő napot, akkor ilyen 8 órakor heti egyszeri alkalommal az én időm volt, akkor elmentem énekórára. És akkor egyik a másik után történik, hogy az énektanárom azt mondja, hát ha te ennyire élvezed és ennyire benne vagy, nem szeretnéd ezt megtanulni, nem szeretnél eljönni ide? De hogy nem, igen, és persze így mentem jamekre, és így elkezdtem így zenélni az angliai zenészekkel, meg lett egy, mert már jöttünk hazafele, már az utolsó évben kialakult egy együttes is.
De ez ilyen a sors iróniája, amikor már úgy kialakulóban van, és van mögötted egy zenekar, akik azért zenének, hogy téged kísérjenek, akkor már körvonalazódott az, hogy a gyerekeknek a tanulása és minden egyéb okok miatt haza kell jönni. És akkor ezt ott hagytam, és hazajöttem. Itt meg újra kezdtem a kvartettel, így alapította meg az Edina kvartettet, tehát valahogy ez így. Milyen volt a hazaérkezés tényleg? A hazaérkezés az egy másik sok volt, egy másik kulturális sok. Az első hónapokban én nem is tudom, szerintem a mellettem lévő emberek megbolondultak attól, hogy nekem mindig az volt a mondatom, hogy Angliában így van, Angliában úgy van, és itt hogy van. És aztán ez is lekopott egy picit, mert hogy hazahoztuk azt, amit ott tanultunk, amit ott láttunk, azt az életminőség is nyilván másabb ott, és hát egy ilyen, nem tudom, bedarál szerintem a jólétnek, meg a minél több pénzt keresel, annál inkább elhiszed azt, hogy annál inkább több minden kijár neked, azt a pénzt el kell költeni, és egyszer csak így emelkedsz fel, és azt hiszed, hogy ez így rendben van. Most én hazajöttem, így egy jó nagyot így puffantam, és szembenéztem az itteni helyzettel, és... Nem volt Edina, figyelj, nem volt Kolozsvár, nem is annyira jó, mint amire emlékeztél, nem így érezted? Hogy az emlékeidben jobb Kolozsvár szerepelt, és jobb otthon, mint amikor hazajöttél abból. Hát én nem tudom, az első hónapokban, de volt ez a boom, akkor tényleg azt hittem, hogy tehát, hogy minden tetszett, mindenre rácsodálkoztam, voltak a kolozsvári napok tehát hogy olyan volt, hogy egy, olyan, mint egy ilyen... Kirándulás. Egy kirándulás, és egy ilyen félig turista voltam, és aztán egyszer csak gyerekek elindultak iskolába, jött a reggeli forgalom, és akkor meglepődtem, hogy úristen, mi történik, mi van a rutin, a mindennapok, és akkor egy jó nagyot estem, és elmúlt ez az első boom, és akkor, na most akkor mit kezdek magammal? Megint kitalálni az életemet, mit szeretnék csinálni? Hát szeretnék énekelni, hát mondjuk még a színház felé is visszakacsintottam, de hát a színház az már annyira eltávolodott, tehát annyira, hát 7 év, 8 év kimaradás után volt egy generáció fel, vagy két színi generáció végzett, nem emlékeztek rám, és csókolomot kezdtek nekem köszönni. Tehát én úgy meglepődtem, hogy mit, nálam megállt az időt, meg tovább haladt. Tehát azt tudtam, hogy az nem pálya, akkor legyen az ének, az énekelés ez... megalapítottam a kvartettet, akkor zenészeket toboroztam, és így lassan-lassan kezdtem élni, meg közben meg ott volt végig a két gyermek, akinek a délutáni aktivitások, a zongora óra, a foci, a balett, a nem tudom mi, ezek mind mentek tovább. Tehát én délután ilyen taxi anyuka voltam, vittem, hoztam a gyerekeket, és délelőtt meg próbáltam valamit kezdeni magammal. Igen. Aztán most egy picit letisztultak a dolgok, így körvonalazódik, hogy tulajdonképpen mihez értek, és mit szeretnék csinálni, és valahogy így... Igen, és a másik dolog, amit az önkéntes munkával szeretnék, hogy én azt áthoztam Angliába, mert ott én csak önkénteskedtem, tehát mivel nekem olyan órarendem volt, mint a családnak, hogy én nem engedhettem meg magamnak azt, hogy én elmenjek dolgozni, mert akkor mi történik, hogyha gyerek beteg, és hazaküldik az iskolából? Ott kell hagyjam a munkahelyemet. Emiatt elkezdtem önkénteskedni. Ott, ahol a gyerekek iskolába jártak, meg ahol csak lehetett önkénteskedni, ott voltam. És azt így áthoztam Kolozsvára, és itt az első dolog, amit újra valamivel belekapaszkodtam, az önkénteskedés volt. És most az önkéntesek koordinátora vagyok. Ennek a szervezetnek szüksége volt egy stabil embernek. Eddig, vagy két hetente önkénteskedtem a csütörtöki napokon. Nem tudnék, nagyon nehéz volna, hogy önkéntességből főzzek. Da, mai pune atunci. Tehát ez lesz egy adag, gyerek adag. De nem, ezt kell, hogy szára. Angliát megjárt, szemmel nézett Kolozsvárt, akár Erdélyt, akkor mi az, amit nem találsz jónak? És amin kellene mindenképpen változtatni, a legfontosabb mi lenne? Én igazából nem változtatnék semmit. Én itt sokkal jobban érzem magam, mert itt egy picit lezserebb is lehet az ember. Tehát ott többet ültem tűkön, és mindig megpróbáltuk megfelelni. Azért nagyon-nagyon sok korlát volt. De itt elengedem magamat, jól érzem magam. Én nem változtatnék azért igazából. Ha változtatnék majd, akkor ott változtatnék egy kicsit, hogy lezserebbek legyenek az emberek. A felső benyomásom mindegyik olyan, tehát annyira félnek, tehát a vezetésben is lehet látni őt, hogy annyira előrelátóan és annyira óvatosan vezetnek, hogy én nem láttam balesetet, amennyit ott éltem, és nekem sem volt balesetem. Nem baj, persze, hogy nem baj, de hogy mindenki olyan precízen kiszámítva órára mennek, órára jönnek,
tornára mennek hetente háromszor, úszni, bevásárolni, megvan a bizonyos nap és a bizonyos hely. Itt azért nem így van, itt akkor megyek, amik uncsi, igen, egy kicsit uncsi. Itt van nálunk változatosság. Itt zajlik az élet, itt van, én itt inkább úgy érzem, hogy zajlik az élet. Ott nagyon ki van számítva, minden órarend ilyen, nem is órarend, hanem naptár szerint élnek az emberek. De nem lehet őket kizökkenteni. Hát azt mondom, hogy mit tudom, két hét múlva csak egy rendezek, vagy tartok egy bulit, azt mondják, hát nem lehetett nekem arra napra kimennünk, van egy másik helyre, tehát azt legalább egy hónappal előtte kell szólni, vagy kettővel. Hát itt nem lehet ez. Tehát itt próbáltam én áthozni, hogy a barátaimat rászoktassam, de nem lehet. Itt egy hét alatt dől el minden. Evina, hogyha fiatalabbaknak kellene mondjál valamit arról, hogy megjártad Angliát, visszajöttél, akkor mi lenne az, amivel felhívnád a figyelmüket, hogy figyeltek azért, hogyha nem érzitek jól magatokat, vissza lehet jönni? Én mindenképp azt üzenném azoknak, akik szakmailag kimennek tanulni és tapasztalatot szerezni, hogy minél többet gyűjtsenek be, szívják meg magukat élettapasztalattal és gyakorlattal, de hogy azt ide kell hazahozni, és ide jó hazahozni és kamatoztatni, mert hogy akárhogy is, tehát ott identitás lesz, olyan, nincs identitásod ott. Tehát Angliában egy vagy a sok közül, de hogyha onnan hazahozod ide, meg itt van a családod, itt vannak a barátaid, innen mentél le, ide tartozol. Tehát ezt valahogy nem lehet eltekinteni ettől. Nem bírom hangsúlyozni, milyen fontos az, hogy a családod közelében vagy a barátod közelében legyél. Ott is vannak, de azok nem a tieid, nem az igazi, ott soha nem leszel egy angol, mindig egy romániai magyar, vagy egy külső, tehát soha nem fognak rá tekinteni, mint egy angolra. Az angliai, nyugat-európai társadalmak annyira befogadónak vallják magukat, és azért ez, amiről elbeszélkedtünk, az nem egészen arról szól. Ha velünk az európaiakkal ennyire óvatosak, akkor hogy fogadják be a más kontinensről érkezőket? Nem fogadják be mindenkivel. Más kultúra, teljesen más kultúra. Nem fogadják be, tehát ez köztudott. És akkor miről szól az integráció? Van lehetséges? Vannak magyar közösségek, magyar házak, azok próbálják így befogadni a kivándorolt magyarokat. Nyilván, hogy minden joga lehet élni, de nem vagy otthon. Én nem tudok elképzelni annál rosszabbat, mint hogy valaki úgy éri el az életét, hogy nincs otthon, és akkor ezt aztán valamikor idős korában siratja el, hogy aztán a gyerekeivel nem is tud beszélni azon a nyelven, amelyikkel esetleg. Én azt láttam, hogy mindenki nagy erőfeszítéssel és dolgozik azon, hogy a gyerekeknek átadja azt, ami az ő, tehát az ő hagyományát, és ez így működött. Tehát mi ilyen közegben voltunk, hogy mi mindig magyarul beszéltünk, meg az angolok előtt is, tehát én mindig elnézést kértem tőlük, és mondtam, hogy elnézést, hogy a gyerekem magyarul beszélek, de inkább fordítottam az angolnak, hogy mit beszéltem vele, viszont a gyerek, amikor odafordul, akkor teljesen angolul beszélt a szomszéddal, velem meg magyarul. És ehhez nagyon ragaszkodtam, hogy a gyerek az tudja, hogy kicsoda, hova tartozik, milyen gyökerei vannak, és azok, akik ott úgy már beolvadtak, és hazajönnek, és itt elsírják magukat, és elkönnyeznek, minden nekem, ez nagyon, nagyon furcsa, mert már egy olyan világban élünk, amikor a magyar könyvet letöltöd, elolvashatod, magyar filmet, tehát hogy most már nincsen, tehát nincsen kifogás arra, hogy nem tudom ápolni a magyar nyelvet, tehát nincsen. A második, legkésőbb a harmadik generáció bármilyen eszközök vannak a kezében, arra már nem lehet számítani. Tehát a harmadik generáció legkésőbb beolvad, én ezt így tapasztaltam. Ha nem dolgozol rajta, akkor beolvad, de ha dolgozol rajta, nem olvad be. Most persze attól eltekintünk, hogy milyen akcentusra beszéli a magyar nyelvet, de hogy én csak azt, én magam a saját tapasztalatomból beszélek, hogy én azt láttam, hogy az ottani magyar anyukák dolgoznak azon, hogy a minimum az unokája is beszél a magyar nyelvet. Tehát, hogy ez egy ilyen lelki feladat. Na most legtöbben azt hozzák fel érnek, hogy nem jönnek haza, vagy nem tudnak hazajönni, vagy itthon nem tudnak megélni. Ez egy kifogás, én azt mondom, mert az, aki ott kimegy és dolgozik 2-3 éven át, és elég pénzt tesz félre azzal az anyagi
lökette haza tud jönni, és így tovább tudja folytatni. Ezek mind tényleg kifogások, mert ott annyira, tehát az életszínvonal magasa, meghúzod az órákat, dolgozó, látást, a vakulási, félreteszed a pénzt is. Persze, amint mondtam, hogy az a jólét bedarál. Tehát egy idő után minél többet keresel, úgy van kitalálva a társadalom, hogy te úgy képzeled el, hogy én ezt megérdemlem, és ezt ennek a pénznek a nem tudom hány százalékát el kell költsem magamra. És ez azért, mert én megérdemlem, mert nekem ez kijár. És másnap fölkezd, és megint dolgozod 10 órát, utána megkapod a fizetésed, amit te mérdek sok pénz ehhez képest, amit itt kerestek, és megint bedarálódik abban, hogy ezt elmegyek, elköltöm, mert nekem ez így kijár. Na most így nagyon nehéz félretenni pénzt, hogy de aki nagyon keményen és nagyon tudatosan tudja, hogy ezt ő most tulajdonképpen azért megy ki, hogy utána hazajön, az meg tudja tenni. De az, hogy itt már annyi lehetőség van, annyi családi biznisz, annyi vállalkozást el lehet kezdeni, annyi lehetőség, hogy ez tényleg hátradőlve valaki ezt mondja, az kifogás. Edina, miután a ciprusi buszsofőr megszólított magyarul, megkérdeztem, hogy hova való, azt mondta, hogy csíkszeredai, és 10 éve él Görögországban. Hát mondom, de miért nem jön haza? Már 10 év alatt, hogy csak összegyűjtött egy csomag. Azt mondja, nem tudok dolgozni alkalmazottként, már, meg annyira más, és nem tudok vállalkozni, mert nem vagyok rá jó. Van egy ilyen is. Ez az ő döntése, tehát hogy ezt így gondolja, akkor nem valószínűleg, hogy ő ezt így magában eldöntötte, meg magát igazolja azáltal, hogy erre nem képes, és akkor nem jön haza, de valóban nem lehet mindenkit hazahozni, persze, vagy hazacipelni. Persze, önigazolásból az emberek sok mindent megcsinálnak, és elmondanak, és megnyugszanak, korainkra. Igen, de csak közben, amikor hazalátogatnak, akkor meg én azt láttam, hogy ez, nem, ezekben már nem tudnék általánosítani, de láttam, hogy hazajön, ott nagyon jólétben van, itthon meg sírva fakad, meg elsírja magát, meg látja, mit tudom én, a Mátyás király szobrát, és így nem tudom, tehát hogy valahogy én igazából nem is értem ezt, hogy mossák a lelküket, de hát tényleg egy választásról van szó, vagy hazajössz, ha itt érzed jól magad, akkor itt is azért hazajön, hogy itt elsírod magad, és hogy neked mennyire hiányzik az anyaföld, de közben nem jössz haza, ez egy olyan ellentmondásos. Edive, a kolozsváriak és az erdélyek nevébe köszönöm, hogy hallja jöttél. Én is köszönöm. A következő archív zenei felvétellel kapcsolatban Pávai István népzenekutató, egyetemi tanár, a Magyar Akadémia tudományos főmunkatársa visszaemlékezéséből idézünk. 1976 tavaszán Panek Katival és kolozsvári zeneakadémista diáktársammal, Csortán Mártonnal lehetőséget kaptunk a Magyar Adás részéről egy kutasföldi népdalokból összeállított tévéfelvétel készítésére. Kati nagyapja, a magyarozdi születésű Horváth István költő, folklorgyűjtő véleményét is kikértük, aki azt mondta, hogy ezekhez az erősen táji karakterű dalokhoz helybeli, autentikusan muzsikáló zenekar illene. Neki is vágtunk felkutatni a terepen egy ilyen zenekart, és elég sok fáradozás után összeállt Barabás Ferenc Peci magyar süllyei prímás zenekara. A felvételeket Bukarestben Boros Zoltán készítette, aki akkoriban elsősorban a könnyűzenei és jazz műsorok szerkesztője, zenei rendezője volt, lévén maga is jazz muzsikus. Úgy láttam, Boros Zolit egyáltalán nem zavarta a kutasföldi zenekar sajátos hangzása, kizárólag durakordokból álló harmonizálása pedig ilyesmire addig nem volt precedens az akkori televízióban. A muzsika nyers erejéből, spontaneitásából, improvizatív elemeiből sejthető volt, hogy itt egyfajta régies regionális könnyű zenéről van szó. Most lássuk a 43 évvel ezelőtt, 1976-ban készült felvételt. Panek Kati és Csortán Márton kutasföldi népdalokat énekel, kísér Barabás Ferenc Peci magyar süllyei prímás zenekara. Thank you.
nehéz bánat, 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 nehéz bánat. Ne rak szívemre kővárat, ne rak szívemre kővárat. Haragsz is csak kalló bolra, haragsz is csak kalló bolra. Mit a szél is könnyen fúhat, mit a szél is könnyen. Kit a rózsám háza felé, az én rózsám háza vége, az én rózsám háza vége. Ki van az utcára téve, ki van az utcára téve, mikor megyek. Mikor megyek el előtte, hasad a szívem kettőbe, hasad a szívem kettőbe, hasadjon szívem kettőbe, hasadjon szívem kettőbe, hogy vigyenek temetőbe, hogy vigyenek temetőbe. Legyúl a fehér vár felé, legyúl.
kérjelek meg, ha elmész, hol kapjalak meg, ha elmész, hol kapjalak meg, sűrű erdő közepibe, sűrű erdő közepibe, két kaszárnya van építve, két kaszárnya van építve. Abba mennek a legények, abba mennek a legények, abba búsulnak szegények, abba búsulnak szegények. Az ablakba hajaldoznak, az ablakba hajaldoznak, hazájokról gondolkoznak, hazájokról gondolkoznak. Az ajtói megviszol, szeretőmet ott viszol, náj, 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 náj. Az ajtói megviszol, s a szeretőm ott viszol, náj, 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 náj. S a szeretőm haragjas, olyan, mint a tűzlangyaj, náj, 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 náj. A szeretőm haragyos, olyan, mint a tűzlangja. Náj, 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 náj. Szeress ingem, ne anyád, én csókolom meg a szád. Náj, 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 náj. Szeress ingem, ne anyád, én csókolom meg a szád. Náj, 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 náj. Kibabája vagyok én, náj, 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 náj. Ha te tudnád, amit is, kibabája vagyok én, te is hinná, nem csak én, náj, 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 náj. Kedves nézőink, műsorainkat visszanézhetik az interneten, a magyaradás.ro honlapon vagy szerkesztőségünk Facebook oldalán. Válogassanak kedvükre. Holnap délután 3 óra 15 perctől pedig találkozunk ugyanitt az egyes csatornán. Addig is minden jót, viszontlátásra! Szerkesztőségünk csapata idén is részt vett a Gyimesi Puliszka Fesztiválon, immár 6. alkalommal. Bár már 14. alkalommal szervezték meg, mostanra mi is főszereplői lettünk a rendezvénynek, a Magyar Adás neve már szorosan összefügg a Puliszka Fesztivállal.
A résztvevők, főzőcsapatok vagy látogatók minden év utolsó augusztusi napjaiban kimennek a hidegségi dombra, végigkóstolják a puliszkákat, és aktívan részt vesznek a szerkesztőségünk által is rendezett versenyeken, szórakoztató eseményeken. A háromnapos rendezvény csúcspontja a puliszka főzőverseny volt, de idén sem maradtak el az előadások, koncertek, termékvásár, gyerekprogramok. Egész emlékezéshez való viszonyulásom az a film írása alatt alakult ki, hogy mennyi fajta emlékezés van, mennyi fajta játékosság lehet ebbe a dologba, hisz többféle módon látjuk a dolgokat személyenként, és többféle módon látjuk különböző időpontokban. Tehát biztos vagyok benne, hogy egy emlék az emberbe folyamatosan alakul óráról órára, tehát nem ugyanúgy emlékszik, és emiatt aztán az, hogy mi is az igazság, az teljesen elvész néha. Tehát én azt szoktam mondani, hogy mert gyakran, hogy akkor ez egy önéletrajz ikletésű film, hisz az emlékeimet dolgozzuk fel, hogy igen, de maga ez a film is arról szól, hogy minden emlék fikció. A haranglábak épített örökségünk mostoha gyerekei. A művészettörténészek nem érdeklődnek irántuk, mert ugyebár fából vannak, nem maradandó kőből, ráadásul nem rokoníthatók, hasonlíthatók semmivel. A Kárpát-medencén kívül nem épült ilyesmi. A legközelebbi hozzuk hasonló faépítmények még Kelet-Ázsiában találhatók. A néprajzosok is többnyire a vállukat vonogatják. Az egyházi építészet nem az őre szortjuk. Szerettük a szakmát. Nagyon szerettük azt a közösségi hangulatot, amit Bodor meghonosított, Bodor Pál, bocsánat, amit meghonosított a szerkesztőségben. Szóval családi hangulat volt, közösségi hangulat volt, segítettünk egymásnak, és nyugodtan számíthattunk egymásra bármilyen helyzetben, bármikor. Nos, hát nekem nagyjából ezeket jelentette a magyar adás, a magyar szerkesztőség.